Lelkes szülők a pálya mellett, lelkes fiatalok a pályán, egy szép fejes gól, majd a felnőtteket idéző gólöröm. Harmadik alkalommal rendezték meg Fehérgyarmaton az U11-es utánpótlás futballtornát, amelyet azzal a céllal hívtak életre, hogy játék lehetőséget biztosítsanak a régió fiatal focistái számára. 2020-ban, mikor létrehoztuk néhány barátommal az egyesületet, és engem megválasztottak az egyesület elnökének, akkor elhatároztuk, hogy a térség utánpótlását egy kicsit megpróbáljuk összefogni, és szeretnénk, hogy a Szatmári térségből az itt tanuló, az ide született gyerekek szintén kapjanak lehetőséget a tehetségüknek a kibontakoztatására. Elég jó úton haladunk, azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal van az utánpótlás kereteink között, akik nagyra fogják vinni. Vannak már olyan eredményeink, amelyek azt mutatják, hogy jó munkát végzünk lányi, fociba is, fiúba is. Vittek el tőlünk már a Fradiba, az Illés Akadémiára gyerekeket, illetve a Lokival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot együttműködő partnerként. Én azt gondolom, hogy ezek a srácok megérdemlik ezt a lehetőséget. A mezőny igazán nemzetközi volt, mivel a környező országok képviselői mellett még Máltáról érkező vendégeket is fogadtak a fehérgyarmatiak. Mi ezt már elkezdtük 2023. decemberében szervezni, hiszen tudjuk, hogy ezek a kiemelt akadémiák, mint a Dunaszerdahely, a Sepsiszentgyörgy, akár a magyarországiak közül a Ferencváros, a DVSC, a Kisvárda, akár a Barsz Akadémia, vagy a Nyíregyházi Bozsik is előre lekötik, tehát nyilván előre lekötött programjuk van, úgyhogy mi már ezt elkezdtük 2023. decemberében szervezni, és így folyamatosan építettük, és én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, tehát az a lényeg, hogy elindult ez a mai rendezvényünk sikeresen, zökkenőmentesen, és természetesen ez egy óriási öröm számomra is, hogy tegnap, amikor megláttam a Dunaszerdahelyet, hívtak, hogy közelednek egy óriási busszal, és akkor el is gondolkodtam azért, hogy egy Fehérgyarmatra egy ilyen egyesület, egy ilyen klub elfogadja ezt a meghívást, akár a Sepsiszentgyörgy, tehát nem kevés kilométert utazva ezzel. Ugye nyilván egy határon túli elszakított területén is jó magam kárpátai vagyok, úgyhogy ez nekem is szívem ügye. Nagyon jó nekem itt látni ezeket az egyesületeket, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt így sikerült összehoznunk, és elfogadták a meghívásunkat ezek az egyesületek. A Vármegyei Labdarúgó Szövetség képviselője szerint a sportérték mellett a kapcsolatépítésben is fontos szerepe van a hasonló rendezvényeknek. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen kellenek ezek az utánpótlás tornák, ismerkedés, gyerekek egymással, edzők, jó kapcsolat kialakítása, és így lehet szerintem tovább fejlődni, vagy tovább építeni ezt az egész utánpótlás vonalat. Én, mint a Vármegye Labdarúgó Szövetség versenybizottságának a tagja, mondanék egy-két dolgot a megye labdarúgásáról. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben azért nagy öröm számunkra, hogy a Nyíregyháza Spartakusz NB1-es lett, az NB2-ben ugyan kiesett a Kisvárda, de Kisvárdán is van egy nagy bázis a labdarúgásnak, illetve nagyon hosszú ide után 4 csapatunk indul az NB3-ban. Az aranyágon győztes máltai Sangvan FC mögött a Ferencváros végzett a második helyen, a harmadik helyet pedig a szlovákiai Dunaszerdahely csapata szerezte meg. Az ezüstágon a Deák A csapata mögött a Deák B együttese végzett, a harmadik helyen pedig a Filó Ese zárta a tornát.